Köszöntöm kedves nézőinket, a Jász Trió Televízió utolsó nyári szüneti apáti hírmondóját látják. Nézzük heti témáinkat. Riportfilm a Jászalkotók köre 20 évéről, Dancák István és filmes tábora ifjú résztvevőinek dokumentarista tolmácsolásában. Jászapáti fogadhajtuk a Jászberényi Bahorka lovastanya versenyén, dobogós helyet szerzett a Kovács Ballagó páros. Nemrég ünnepelte 20 éves évfordulóját a Jászalkotók köre. Ennek egyik előzménye volt, hogy még 2015-ben visszatértek a Jászságba, és egy újabb 10 éves ciklus lezárásaként újra a szülőföld fővárosában, Jászberényben mutatta be alkotásait. A részben elszármazott jászalkotókat tömörítő szellemi közösség, melyről most alkotók, szervezők, támogatók és tagok is vallanak a két évtizedes jubileum után. A riportfilmet Dancák István és filmes táborának ifjú résztvevői készítették, most mi pedig bemutatjuk önöknek. Tulajdonképpen a Nagy Jászok Egyesülete, amikor alakult, Dobos Lacinak én bemutatkoztam, hát beiratkoztam, mint egy tag, és mondtam, hogy én festek. És azt mondja, hogy te Rózsa, alakítsatok művésztelepet, ti híresebbek lesztek, mint mink, az összes jász együtt. Csak csináljátok meg! Kezdetén azért gondoltunk ennek az alkotótábornak a létrehozására, mert a város lakossága még nem igazán ismerte az alkotókat, főleg azok, még azokat sem, akik Jászapátiról elszámozottak, például Szalkári Rózsát, vagy Borbás Pézsuzsát, akik az alkotótábornak oszlopos tagjai voltak éveken át, és ezért szerettük volna azt, hogy nem csak alkotók kerülnek a táborba, hanem fiatal, tehetséges gyerekek, akik esetleg a jövőben valamennyire hasznosítják azt, amit itt tanultak, még ha csak a saját szórakozásukra is, de alkotnak valamit, tesznek a szép érdekébe. A másik meg az elképzelésben az volt, hogy mivel a Falusi Turizmus Egyesületnek is tagja voltam. Ezért gondoltuk azt, hogy ez egy attrakciós lehet későbbiekben, amiből vendégcsalogató, akár csak egy kiállítás az alkotók műveiből, de maga az alkotás folyamata is látványos dolog, nem csak az ittenieknek, hanem vendégeknek is. És ki tudja, milyen kapcsolatot hozhat ez későbbiekben. Amikor megtudták, hogy én tudok szerezni lehetőséget a Nagy Jászok Egyesületének egy gyűlésére, egy összejövetelére a Gellért szállóban, akkor hozzám fordult a Laci, hogy keressük már meg együtt a főnököt, és próbáljuk meg a Nagy Jászok Egyesületét is, hogy ott alakulhassanak meg. És nekünk azért az volt az első kiállításunk is, mert mi meg a falakat feldíszítettük, hogy ne üres terembe tartsuk a jászok összejövetelét. De az nem jelenti azt, hogy a művésztelep már akkor meg is alakult, mert nem. Mert volt 8 kiállításunk még a művésztelep előtt. És utána jött az, hogy Kocsis Zoli, aki itt a TS irodába kapott egy irodahelyiséget, megkeresett engem, hogy alakítsuk már meg a művésztelepet. Hát Vágó Pali bácsinak is voltak tanítványai. Én is tudnék összeszedni művészeket, akik itt kiállítanak most. Beszéljük meg velük, hogy jöjjenek el Apátira a műterembe. De hát hol? Hát mondom, Vágó Pálnak van ott egy külön épülete. Még akkor nem volt iroda, hanem még megvolt az a helyiség is, ahol ő neki tetővilágítás volt. Csak éppen a háború után a cipészek dolgoztak ott, és azt az üveg tetővilágítást befették, mert nekik hideg volt. Úgy gondolták, hogy ha cserép lesz, akkor jobb lesz, úgyhogy
tüntették a tetővilágítást. Nekem még van egy fotóm olyan, amelyiken lehet látni azt is. Na, szóval lényeg az, hogy ott volt a legelső táborhelyünk, a múzeum épületén belül, ami van a, ami most iroda, valami, nem tudom milyen szervezetnek az irodája, és hát ott lehettünk, és hol aludjunk? Hát mondom, Zolikám, szomszédban ott van a kórház, azoknak vannak kiselejtezett vaságyai, onnan szerezzél, és vaságyon, emeletes vaságyakon. Úgyhogy az volt az első évben berendezve, és még Pilis Jászfaluról is jött két kislány, mert hogy azok is akarnak a művésztelepen dolgozni, és azok is ott voltak velünk. Tehát a legelső év így néz ki, mert következő évben meglátták, hogy azért egy kicsikét rosszabb körülmények között voltunk, na hát vaságyak és étkezés sehol, meg fürdés a diófa alatt, mert volt ott egy dió, és egy gyerek fürdető kádat kaptunk, és az volt a lavor, meg a minden, és beosztottuk, hogy mikor ki volt a diófa alatt, most akkor. És hát szóval az első, ja, és akkor a húgoméktól például hoztunk át egy rezsót, és azon valami reggelire kávé, vagy teja, vagy ilyesmit, amit főzőcskézni kellett. Kocsis Zoli vállalkozott arra is, hogy hát segít nekünk a szervezésben. Hát tulajdonképpen ő a vezetőségnél is, ő érte el, hogy ha annak idején Vágó Pali bácsi meg tudta csinálni, hogy művésztelepet csinált, és Gecse Árpi bácsitól kezdve egy csomó tanítványa volt, és ő látta vendégül, akkor hát csináljuk meg mi is. És hát így alakult, hogy azok a művészek is sorkosztra jártak. Azoknak se volt különb az első évek, mint ahogy Gecse Árpi bácsiról is tudom, mert ő vele még találkoztunk is, megbeszéltünk is. Azt mondta a Dobos Laci, többet értek ti tízen, ha lesztek, mint mi százan, ha vagyunk. Hát arra gondolj már, hogy a ti értéketek nagyobb lesz. Azt mondja, hány embert tudsz összegyűjteni? Hát mondtam, hogy láttad, hogy hánynak volt kiállítása. Nem akarok most nevet mondani, mert úgy érzem, hogy már nem él, akiről beszélnék, de szépen kimaradt meg. Volt, aki sokkal nagyobbnak képzelte magát, mint amilyenek mi vagyunk, az meg azért nem jött tovább velünk, mert ő már híresebb, mint amilyenek majd esetleg mi leszünk. De a mag, Kisberci volt az én fő támogatóm, aki a festieket tudta mozgósítani, mert én már akkor is Tökölön éltem. És onnan jártam be minden alkalomra, és ahogy az előbb mutattam a füzetbe, azért volt 62 kiállítás aljászoknak, csak nem mind itt a művésztelephez kapcsolódott, hanem ahol tudtam szerezni lehetőséget. Még akkor a Puskin utcában az a múzeum, az még a múzeum, hát mi kineveztük kiállító helyiségnek, és hát ott nagyon sokat szerveztem, mert annak a vezetője is rajta volt azon, hogy legyenek ilyen alkalmak, és ott nagyon sok kiállításunk volt. Különben néztük az előbb, 62 volt, és abból csak 20 van itt az Apáti, mert az is be van számozva a Apáti művésztelepi, úgyhogy mínusz 20, tehát 40 volt mindenfelé. Akik meghívtak a szomszédos településekről, ott mindenhol voltunk. Voltunk Jász Dózsán, az biztos, Jász Kíséren, nem tudom hirtelen most mondani, hogy még melyik Jász településen. Ezen a két helyen biztos, hogy voltunk, de azért emlékszem rá, mert valószínű, hogy többször is ezeken is. De hát
nagyon sokat, apáting is tartottam. Nagyon örülök neki, hogy 1996-ban fölvetődött a gondolata annak, hogy Jászapátiba hozzunk létre egy művésztelepet, ahová meghívjuk a Jászságból elszármazott alkotókat, és akkor két héten keresztül itt a múzeum kertjébe, a múzeum épületébe, vagy pedig a Vágó Pál műtermébe táborozzanak, és az alkotásokból utána egy hónapra kiállítást nyissunk az ide látogató kedves művészetkedvelő vendégek számára. Nagyon örültem a találkozásnak, nagyon sok új embert megismertem, akit még addig nem ismertem, és hála Istennek a mai napig találkozunk, ha többször nem, évente egyszer legalább, és azt a két hetet általában jó hangulatba, barátságba, örömködésbe együtt tudjuk tölteni velük. A meghívott Jász alkotók körének a csapatából, aki szívesen vállalja, minden évben adok lehetőséget, hogy valaki bemutatkozzon önálló kiállítással is, ahová szintén meghívjuk a Jászságból elszármazott alkotókat, és még egy plusz lehetőség arra, hogy találkozzunk. Mindig nagy szeretettel várom őket, és úgy érzem, hogy ők is nagy szeretettel vesznek engem körül. Hallottam arról, és tudok is róla, hogy működik nyaranként Jászapáti művésztelep. Minden évben érdekessége a város életében, hogy nagyon sok szép alkotás születik, és akik ide jönnek, megtekinthetik Jászapáti szépségét, és ismerkednek városunkkal, és értékes művészeti alkotások készülhetnek. Vágó Pál szellemi örökségének méltó képviselői gyűlnek össze évről évre Jászapátinak jászalkotók körének táborában, és azok a produktumok, azok a képek, azok az alkotások, amelyek ebben a táborban készülnek, nagyon sok darabja megtalálható jászapáti közösségi tereiben, így a polgármesteri hivatalban, a Horváth bölcsödében, a kiállítótérben, a helytörténeti gyűjteményben, és ezáltal ismét csak több vendéget tudunk Jászapátira csalogatni, hiszen neves művészek vesznek részt az alkotótábor munkájában, akik folyamatosan okítják, oktatják, tanítják a szakma, a mesterség rejtelmeire a fiatalokat. Ezért köszönet nekik, és további segítségüket is szeretnénk kérni az elkövetkező időszakban, ahogy mi is igyekszünk mindent megadni az alkotótábor munkájához. Milyen haszna van Jászapátin számára ennek a művészterepnek? Hát én úgy gondolom, hogy van. Mindenképpen van haszna, mert azzal, hogy ebben a művészterepben most már 20 éve járnak emberek, Pestről, messzebbről is, ezáltal jobban megismerik Jászapátit, megismerhetjük Jászapáti kultúráját, és hát azzal, hogy vagyunk mi, van ez a művészterep, Ez Jászapátinak is fontos, mert akár el is büszkélkedhetnek ezzel. Előfordul, hogy máshol is kiállítunk. Például két éve, mikor volt a Jászok világtalálkozója, akkor két kiállításunk is volt. Egy az elmúlt évekről, egy pedig éppen az aktuális művészteletről. Nem is beszélve arról, hogy minden tábor végén a művészek képeket ajándékoznak a városnak, az intézményeknek, a szponzoroknak. Ezek a képek azért itt vannak a városban, és ezeket, hogyha valaki bemegy egy hivatalba, sok esetben láthatja is. Húsz éves a Jászapáti művésztelep. Ez egy ember életében is jelentős időintervallum. Hát még egy művésztelep életében, akik akkor, amikor született a művésztelep, akkor születtek maguk is, fiatal felnőttkorban értek. Azok, akik fiatalon kapcsoltak a művésztelep életébe, ma már középkorúak. És azok, akik középkorúak voltak akkor, ma már az idősödés útjára léptek. Az idősek pedig még bölcsebbek lettek. Ez a jelentős idő azt is jelenti a művésztelep életében, hogy a gyermekkorából ő maga is a fiatal felnőtt idejébe lépett.
azok, akik kezdetben azért kötöttek a jászművésztelephez, hogy a szülőföldhöz való kötődésüket erősítsék, azok évente visszatérnek, évente lelkesen újabb és újabb képeket alkotva töltik itt július első két hetét. Azok pedig, akik úgy kapcsolódtak a jászalkotó táborhoz, hogy itt a jászságban vagy a környező községben, Jászapátiban és környező községekben élnek, és csatlakoztak a művésztelep munkájához. Két jelentős vonulata van a művésztelep munkájának. Az egyik az, hogy a fiatal felnőtteket segítsük, hogy művészé érjenek. Az idősebbeket segítsük a szülőföldhöz való kötődés során a jásztájukat megörökíteni, a jász kötődést erősíteni. Segítsük abban, hogy azokat a motivumokat, amelyeket itt felelnek, képérveljék, jelentős alkotások szülessenek. A másik vonulat pedig az, hogy a jászalkotó tábornak vannak rajztanári diplomával rendelkező tagjai is, és a rajztanárok tanítják a gyermekeket. Különlegességnek mondható, hogy egy művésztelep úgy éli meg 20 évét, hogy ez egy folyamat, ez egy töretlen folyamat, minden évben itt helyünk volt, minden évben szeretettel vártak bennünket, és minden évben a szponzorok jó voltából zavartalanul alkothattunk két hetet. És jelentős azt gondolom az a zárókiállítás is, amivel minden évben búcsúzunk az itt töltött két hét múltával a jászapátiaktól. Igyekszünk a legjobb tudásunk szerinti képeket alkotni. Válasz számunkra irányt mutatott, és irányt mutat a jövőben is. Vágópár hagyatékát őriznünk kell. Őrizte Szalkányi Rózsa és őrzi napjainkat is folyamatosan, és mindenki az, aki az alkotótáborban részt vett. Számomra nem is az volt a lényeg, hogy milyen alkotás került ki a keze közül. Mégiscsak tudták, hogy Vágópár szülőfalujában, jelenleg szülővárosában együtt vannak, dolgoznak, valahol az ő szellemében és az ő nyomdokait kísérve. Egyébként meg üzenet a fiatalok és mindenki számára, hogy alkotni fantasztikus dolog. Lehet két-egy faluházat építeni, lehet a gyári szalagon két-egy falu terméket készíteni, két-egy forma festmény nem lehet, mert abban benne van az alkotónak a pillanatnyi lelki öröme vagy lelki bánata, és ettől csodálatos, ezt kell nekünk továbbvinni. A Jászberényi nyári rendezvény sorozatból ezúttal sem maradhatott ki a fogadhajtó verseny. A Jászberényi Sportegyesület fogadhajtó szakosztálya és a Bahorka lovastanyai már 9. alkalommal rendezett versenyt az Állatkert melletti sportpályán augusztus 6-án. A jászság fővárosában rendezett versenyre jászapáti fogadhajtó is ellátogattak, és nem mellesleg jól is szerepeltek. Szokásos módon idős Johann Strauss által komponált Radetzky induló dallamaira vonultak be a fogatok a sportpálya közepére. A felsorakozott versenyzőket Hajnal Nagy Gábor alpolgármester köszöntötte, és nyitotta meg a 9. alkalommal rendezett versenyt. A viharos felhők elkerülték a pályát, és kellemes időben vette kezdetét a verseny, ahol ideálisnak számított a nevezők létszáma is. De az előző évekhez képest valamivel kevesebb létszám van, konkrétan 41 fogat nevezett, de úgy gondolom, hogy a verseny időtartalma minőségére volt tekintettel ez igazán nem hátrány.
A főbíró már a verseny kezdetén elégedetten nyugtázta a pálya nagyszerű előkészítését és a rendezést is. Eddig úgy néz ki, hogy zökkenőmentes a rendezés, a szervezés, a pálya minősége és maga a szervezőknek a hozzáállása, támogatottsága, tehát maximális ősan értékelem. A tavalyi évhez képest is nagy fejlődés van. Díjhajtással kezdődött a rendezvény, ezt követte az akadályhajtás több versenyszámban. A Kovács István Ballagó Edit fogadhajtó páros mind a díjhajtásban, mind az akadályhajtásban rajthoz állt. Díjhajtásban ott nagyon együttműködőnek kell lenni, elengedetnek, hajlékonynak, lazának, lazán kell hajtani. Még az akadályhajtás ilyen szűk alapidők vannak, és akkor ott tempósan kell menni, figyelni az akadályokra, ott egy kicsit pörgősebb a ritmus ugye a lovaknak is. De a díjhajtás volt, ott tök lazának kell lenni. Ott. Az akadálypályát direkt módon nagyon technikásra építették, hogy a hajtók hozzászokjanak a nagyobb versenyek szigorúbb követelményeihez. Jászapáti versenyzője mindezt a hajtás közben is tapasztalta. A díjhajtás ugye már az lement, azt majd délután tudjuk meg az eredményt. Az akadályhajtás első fordulója is lement, úgy néz ki a helyzet, hogy egy verőhibám van és egy minimális alapidő túllépésem, de ez elég jó azért, mert mindenki túllépi az alapidőt, elég szűkös a mérték most. A főbíró nagyon elégedett volt a díjhajtók teljesítményével. Hozzá hasonlóan a zsűri is fejlődést látott ebben a versenyszámban. Tavalyi évhez képest ez nagy fejlődést tapasztalunk, hisz már 9 induló volt a C-kategóriások részvételével a díjhajtásba, illetve nagy fejlődést tapasztalok a minőségbe is. Tudjuk, hogy mik az eredmények, mert ugye lement ez a versenyszám. Az a véleménye a zsűrinek, hogy fejlődés látható ezen a szinten is. A fejlődés a Kovács Ballagó párosnál is felfedezhető volt, hiszen a díjhajtásban a 3. helyen végeztek. Kellett is ez a jó eredmény, hiszen Anki és Széplak Majális lovaikkal versenyben vannak a megyei bajnokságban is. Ugye a Szolnok megyei bajnokságban ez számít, és szeretnék még egy helyen följebb ugrani, mert így a 4. helyen vagyok, és az országos C-kategóriás versenyre szeretnék eljutni. Úgyhogy muszáj minél jobbnak lennem. Végül is a C-kategóriás akadályhajtásban a 6. helyen végzett Jászapáti fogata. Viszont az elismerés nem maradt el, hiszen a díjhajtási bronzérem mellé értékes tárgyutalmat is átvehettek Kovács Istvánék a verseny végén. Eddig Apáti hírmondunk ezen a héten, jövő héten az államalapítás és az új kenyér ünnepének megyei, illetve helyi ünnepségeinek összefoglalóit láthatják majd. Szóval jövő héten friss hírekkel jelentkezünk, addig is minden jót, nézzék a Jásztrió Televízió weboldalát, a jttv.hu-t, vagy kövessék figyelemmel Facebook oldalunkat. Viszontlátásra!